Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt utoljára egy előadónak mindig nehéz dolga van, mert általában azt már csak plagizálni tudok, hiszen annyi minden elhangzott itt előttem, hogy kevés újat tudok mondani, ez remélem, hogy sikerül. Én is készültem egy prezentációval, és igazából a fő kérdés elsőre az volt, hogy most mivel lehet egy ilyet kezdeni. Évzáró rendezvény, eltelt másfél év, fantasztikus start szerintem az, hogy itt vagyunk önmagában, ez a legnagyobb bizonyíték ennek, hogy ez egy fantasztikus show volt, és nagyon jó csapat. Úgyhogy úgy gondoltam, az első dolog, az egy jó időzet, de azonnal visszatérek még. Az első dolog az mindenképpen a köszönetnek kell lennie, és a köszönettel kezdeném. Szóval hirtelen ugrottunk egyet. Igen, de ez... Kimaradt a prezentáció, akkor ezt muszáj szóban elmondanom. Szóval igazából a köszönettel szeretném kezdeni, mert az, hogy itt vagyunk, az úgy gondolom, hogy mindenképpen egy pár embernek, illetve csoportnak fantasztikus köszönetér, és mindjárt plagizálom a Zsolt utolsó szavait. Elsősorban kezdem azokkal, akik követtek minket a legelejétől. Hiszen az elején most már könnyű azt mondani, persze ez egy fantasztikus dolog, jó eszköz, mert látjuk, hogy mennyire színesen használható, de az elején ez soha nem így van, ezt tudjuk, hogy akkor utólag okos mindenki, de az elején, amikor Zsolt oda beállított hozzánk, hogy van itt egy eszköz, kimoltam Olaszországba, fantasztikus jó, akkor kevesen hittek benne. Úgyhogy elsősorban azoknak szeretném megköszönni, akik hittek bennünk, hittek Zsoltban, és mögé álltak ennek a dolognak, és elkezdtek küzdeni velünk. Másodszorban szeretném azoknak megköszönni, akik az edzői teamben a Zsolt mögé álltak. Ezt az előbb név szerint végigmondták, úgyhogy ezt most nem mondanám el. És harmadsorban pedig Pozsonyi Zsoltnak szeretném megköszönni ezt, hogy ezt a dolgot ő Magyarországra hozta, éppen most el van foglalva a miniszter úr. Úgyhogy én azt szeretném, hogy tapsoljuk meg ezt a csapatot így hárman egybe. Mert ez igazából mindenkinek az értelme, de azért valljuk be őszintén, Zsolt nélkül az nem lett volna. Nagyon sajnálom, hogy nincsen meg a prezinnek ez az első része, és nem is akarom elvinni, viszont nincs meg, azért nézd meg, légy szíves. Hát, ugye vicces, mert mi félig meddig informatikai cég vagyunk, és hát ilyenkor ugye... Én láttam már Bill Gatesnek egy előadását, ahol kék halál volt a Windows akárhányos verzióján, hát ez valami hasonló van most nálunk is. Igen, úgy egy mondani, hogy van itt. Ugye, én tudtam, na, akkor azért... Jó, kezdjük innen az elejéről, és akkor ez tök sokkal jobb lenne. Na, szóval most már ugye lelőttem a poén, de igen, és a harmadik pedig ilyen szürke eminenciásként meghúzottunk, ugye az elmedről keveset beszéltünk, mert nem szeretjük magunkat fényezni, de azért ha itt vagyunk, akkor azt hiszem, hogy a kollégáimnak is köszönetet kell mondjak. Valójában mi két cég vagyunk, az ERMED és az AirMedia Line. Az ERMED inkább kereskedelem, elektronikus kereskedelem, internet, stb. És a Media Line inkább pedig a kreatív tartalmak filmes társai. Úgyhogy én szeretném a kollégáimnak is megköszönni, akik filmeztek, web és social network oldalakat programozták és eszközöket biztosítottak. Ugye egy pici tapcsot az én csapatomnak is kérdeztem. Jó. Na és akkor itt lett volna a csattanó, hogy és harmadjára megköszönjük Pozsonyi Zsoltot, de most már újban nem tapsoljuk meg, mert a személyi kultusz cégünknél elharapozni. És akkor egy kis meglepetésre is készültem. A fia az a Fitness Inter, hogyan a? Fitness Anywhere, bocsánat, elég cikk, nem tudom az anyacégünknek a nevét. Tegnap este az export igazgatóval beszéltem, és megkértem, hogy küldjön nekünk egy kis meglepetést, hogy ezt szeretném nektek lejátszani. Ha nem tudom, most már nem érve, félek a technikától. Nem? Akkor nem, lenyúlok hozzá. Kezdjük el. I wish all of you a happy holidays and a Merry Christmas. And also reflect on the past year working with ARMED and understanding how TRX has pushed through the market in Hungary and the passion that the Hungarian people have for fitness and for functional fitness, which has been a great success for us at Fitness Anywhere. Proud to go out to Europe, Union, all over the world. I haven't seen a country the size of Hungary that has the most passion as you guys do. Please keep up the good work, and I definitely look forward to working with you guys for a long time and coming to you soon. Once again, happy holidays and talk to you guys soon. Take care. Szóval ezt kaptuk tőle. A hangminőség nem volt túl jó, kértem, hogy valami iPhone-on csinálja valamit és küldje el, de azért az a szívemet nagyon megmelengedte ezt a mondat, és ezt mikor nyáron itt volt, akkor mondta is, hogy az ország méretét természetesen tekintetbe véve a világon mi vagyunk a legjobbak.
És ez azért fantasztikus dolog, ugye hangsúlyozom az ország méretét tekintve. Ezt a trendet másfél év alatt ilyen színvonalra senki nem jutatta el az országában a saját területén, ezt mint a TRX-et, mint brandet, mint know-how-t, mint rendszert, ilyen fokozatra, mint esetben rajtunk kívül másoknak még nem sikerült, úgyhogy ez tényleg egy fantasztikus dolog. Ezt kaptuk tőle, és ez tényleg nagyon jól esett. Na, szóval mindenképpen a terveinkről szeretnénk beszélni, elég sok minden szó esett, és hogyha most ennél a pontnál picit megállok a prezimben, mert muszáj reflektálnom azokra, amikről elhangoztak, és azt hiszem a hamisítványok nagyon sokszor szóba kerültek. 10-15 éve vagyunk a piacon, annak idején a Fitball biztosan rémlik, azt mi hoztuk Magyarországra szintén, a Fitballon keresztül elég sok ilyen tudást szereztünk, mert ugye ott is az van, bármit, ugye Magyarországon élünk, tudjuk, hogy van, mindenki okosban akarja csinálni, most mi ez, hogy 2-3 gurtni a falról, persze megcsinálja Józsi bácsi 10 aranyja, ne szórakozz, de ez mindenhol így megy Magyarországon. Egy dolgot tehetünk, higgyetek nekem, legyetek a legjobbak, vagy legyünk a legjobbak, azt hiszem mondhatom ezt így, mert ha előre megyünk, mi agyunk az elején, és mindennel ott vagyunk, hogy a webben, a Facebookon, az edzéseken, a sokszínűséggel, a professzionalitással, a szakmaisággal, mindenben ott vagyunk az elején, akkor mindig lesznek kis kutyák, akik megpróbálnak belénk harapni, hogy kicsit olcsóbban, nem tudom kinek a klubjáról volt szó, hogy ugyanazt csinálják, mint ők, csak olcsóbbak vagyunk 500 forinttal. Ilyenek mindig lesznek, de ezeknek az embereknek egyetlen egy argumentumuk van, hogy olcsóbbak. És igazából nincs több. És az egyetlen egy dolog, az hamar elfogy, és az, hogy olcsóbb valaki 500 forinttal, az nem elég. Higgyétek el, nem elég, úgyhogy ezzel béküljünk meg, hogy ilyen lesz, fogják hamisítani, mindig fognak a sikereinken, mások ugye a farvizén megpróbálnak rájönni, ne foglalkozzatok vele, nyomuljunk előre, legyen egy csapat abszolút az első helyen, és utána ezek maguktól le fognak morzsolódni, mert nem hozzájuk fognak menni az emberek. Na szóval a 2011-es terveinkben két fő vonal van, a Functional Training Corner, ezzel már itt találkoztatok talán, mint brand névvel a kiállításainkon, és a Fideo, arról biztosan még nem, úgyhogy ez egy kicsit meglepetés lesz. Nézzük akkor a Functional Training Corner-t. Azt, hogy funkcionális tréning, tehát azt hiszem elég bután hangozna, mint informatikai vezető, hogy én a funkcionális tréningről mesélnek nektek, talán ezt inkább kihagynám, de azért annyit engedjetek meg nekem, hogy azt, mint félig külső, és azt látom, hogy abszolút ez a trend. És látva csomó fitness kiállításon, látva Zsoltól nagyon sok minden újságot kapunk és nézem, nyilvánvalóan ez a trend, és egy fantasztikus egybeesés, egy pici kitérőt itt hadd tegyek, hogy itt megint nekünk Magyarországon szerintem egy fantasztikus lehetőségünk van. Ha éppen a szerencsétlenek időszakban lennék, és éppen az lenne a trend, hogy mondjuk a legprofibb csipes gépekkel azok jöttek most éppen divatba, és azzal kell együtt élnünk, akkor nagyon rossz helyzetben lennénk. Ugye tudjuk, mert itt a válság, kevés lóvé, tehát ezt mindenki ismeri. Viszont most pont az ellenkezőjéről van szó. Van egy olyan trend, amiben szürke állományt igénylő dolog van a trend mögött, és nagyon kevés az eszközigénye. És szerintem ebben nekünk, magyaroknak ez mindig jól ment, ebben abban a csapatunknak szerintem igazán jó helyzete van. Tehát ezzel használj, ezt először is ismerjük fel, ez nagyjából azt hiszem mindenkinek amúgy is megvan, de használjuk is ki ezt a trendet. Miért hoztuk létre ezt a Functional Training Corner-t? Ugye ez a szinergia, ezt az idézettel kezdtem, igazából a szinergiára kerestem rá, és a Wikiben ezt találtam, ezt az Arisztotelész idézetet, és annyira megtetszett, hogy betettem. Hogy tényleg az van, hogy az egész mindig nagyobb, mint a részeinek összege. Ugye most ma elhangzott tényleg, hogy a magában a sportban hányféle helyen használható a TRX, és mennyire sokszínű a dolog. És ha ezt a logikát kiterjesztjük, és azt mondom, hogy ebben a csapatban beveszünk gyógytornászokat, akik tényleg a legprofibbak Magyarországon. Beveszünk, most nézzük külön, most általam ez a hardcore functional training, amit a Tozóék csinálnak. Fantasztikus professzionálisok, és nagyon élveztem az előadásokat, de abszolút más világ, mondjuk, mint amit egy gyógytornász csinál a TRX-el, mert azt is csinálják. Egészen más, amit a Zsolt csinál, és mondtátok az előbb hányféle divízió van, és ez pont jó, ezeket a divíziókat össze szeretnénk fogni, és ennek azt a szinergiáját, ami a csapat egymáson belül tud egymásnak segíteni, azt használjuk ki. Ugye egymás tanfolyamot szeretném, hogyha a tanfolyamrendszerekre mindjárt azt lesz szó, a tanfolyamrendszerben mindenkinek valamilyen kedvezményt biztosítunk, hogy egymás tanfolyamait végezzétek el, és erre szeretnénk mindenkit bátorítani. Nagyon sokat lehet, azt hiszem észre, hogyha valaki elvégez a másiknak egy tanfolyamot, látjuk, hogy a kettlebellre járunk, a kettlebellesek járnak hozzánk, ez mindig egy másik világot is megnyit. Az együtt, hogy valaki 10-15 éve dolgozik a fitnessben, remélem senki nem olyan önhit, hogy neki már nem lehet újat tanítani. Mindig van. Mit tartalmaz akkor ez a dolog?
sportdivíziókat és képviselteket, ugye félig, mert én már előttem a folyén, tehát ugye a TRX és kiegészítő rendszerei. Ugye itt a TRX volt a core, és látjátok, hogy most már brand szinten is megjelenik olyan, hogy Total Body TRX, XTRX, YTRX, egy csomó minden dolgot kiegészítünk. Ugye itt azt szeretném hozzátenni, és itt minden hamisítványokhoz, hogy egy nagyon komoly ügyvédirodával szerződtünk egy ilyen együttműködésre, ahol pontosan ezeket a dolgokat meg szeretnénk védeni. Tehát, hogy ilyen brandeket fogunk alapítani, de ezeket meg is fogjuk védeni. Tehát pontosan definiálni is fogjuk, meg is fogjuk védeni a külvilággal szemben, az a know-how, amit egy edző mondjuk létrehoz, az szokásos megint Magyarországon, én tudjuk, hogy aki látott már ilyet, vagy a YouTube-on megnézett három ilyen filmet, azt már holnap kiírja az ajtóra, hogy ő ilyet tud, mert ezt már 10 éve látta. A bootcamp is mutáció, a bootcampről is sok szó volt. A két rendszer ugye akár személyileg a csapatban, akár filozófiájában, ha szabad így mondani, nagyon hasonló, és ezek szintén sok minden dolog fog ebből kialakulni. Az FT Physio, ugye ők egy picit, ők nincsenek itt, hiszen most a TRX napot ünnepeljük igazából, ezért csak nagyon keveset mondanék róluk, de itt van az a dolog, ami ők egyik legprofibb gyógytornásszal dolgozunk Magyarországon, Benkovics Editnek hívják, nagyon régóta, kb. 10 éve dolgozik velünk, és egy elismert szakember a saját területén. Abszolút funkcionális tréning alapon gondolkodik, már ő is Amerikában ad elő, és a tényleg nagyon profi szakember, ő is az FT Cornernek a tagja. Az FT csoportos tulajdonképpen ugyanaz, ami a nevéből következik, de szintén oktatásunk van rá, és szintén egy funkcionális eszközökön, funkcionális alapon csoportos tréning fitnessben, és külsős FT rendszerek, ide gondolom a kettlebellt, illetve csomó olyan más céget, akik, vagy mozgásirányt, akik mondjuk a sportrendszer filozófiáját nézve mondjuk velünk egy irányba mennek, de nem mit csináljuk, hát nem csinálhatunk mindent, és nem is szeretnénk, de viszont nagyon szívesen vállalunk velük egyfajta ilyen gondolati közösséget, és amikor egy ilyen kiállításra elmegyünk, majd mindjárt mondom, akkor szerintem sokkal jobb, hogyha ez a szinergia ott a kiállításban is megvalósul, mert van egy terület, ahol azok a srácok, lányok hasonló módon gondolkoznak, hasonló edzi, hasonló.